Megkezdődött a strandszezon Nyíregyházán is, már a parkfürdő is várja a vendégeket. Kiemelkedő szezonban bíznak Sóstón, még úgy is, hogy a magas fenntartási költségek miatt idén kénytelen emelni az árakon az üzemeltető. Erről is szó lesz a 35 perc mai adásában, de nézzük a teljes kínálatot. Fejlesztések Tokajban. Tovább javul a közlekedés a kisvárosban. Drágulás. Egyre költségesebb a szamóca és a dinnye előállítása. Strandszezon. Megnyitottak a fürdők Sóstón. Jelentősen javult Tokaj és környékének közlekedési infrastruktúrája. A felújított Erzsébet királyné Tisza híd fél évvel ezelőtti átadása után idén is több fejlesztés megvalósul. A részletekről Posta György Tokaj polgármestere számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Hát azt hiszem sokan fellélegeztek, amikor átadták végre a Tokaji hidat. Azért ki kellett bekelni ott egy hosszú időszakot. Én úgy fogalmaztam az átadáson, hogy az egyik legboldogabb nap a mai, amikor átadtuk a Tokaji körforgót. Az a másfél év, az egy elég erős próbatétel volt. Nem csak a tokaiak számára, hanem az én számomra is nagyon sok konfliktussal járt ez az egész felújítás. És beigazódott az, hogy ilyen jelentős terforgalom mellett és ilyen jelentős turisztikai beruházások mellett ez a híd, ez már nem biztos, hogy megfelel annak az elvárásnak, hogy itt ilyen nagy közlekedést bonyolítson, úgyhogy én örülök annak, hogy rövidesen elképzelhető, hogy lesz egy új híd, ami termentesíti majd a tokai teherforgalomtól. Az hol várható a ezt Tisza, a Nagyfalú és Tokaj között fog reményeink szerint megépülni, és elsődleges célja az, hogy ez a jelentős teherforgalom, ami elsősorban ennek a kelet-magyarországi fejlesztésének köszönhető, mert ugye a tájai kőbányából, illetve a borsodi sódárbányákból hozzák rengeteg építőanyagot ide Kelet-Magyarországra, és néha az ember megáll és megszámol egymás után legalább 30-40 kamiont, akkor tényleg rádöbben arra, hogy ezen valamilyen szinten változtatni kell, és most ez a felújítás talán felhozta a napirendre azt a régi dolgot, ami már több mint 10 évvel ezelőtt elkezdett terveződni, hogy szükség van egy Tokaj elkerülő útra, illetve magára egy új hídra, ami talán ezt a jelentős teherforgalmat ki tudja vinni a belvárosból, ami elsősorban jelentős turizmus növekedésre számítunk. Mikor realizálódhat ez? Ugye a NIF-ben megjelent a közbeszerzési eljárás ennek a tervezésnek. Én úgy tudom, hogy 24-ben már eljuthat oda, hogy engedélyez tervek legyenek, és utána kezdődhet el ez az építkezés. Én nagyon bízom benne, hogy 26-ra talán már látható nyomai lesznek ennek az új nyomvonalnak, vagy új útnak, illetve magának a hídnak. Útfelújítás azonban most is zajlik Tokajban. Igen, azt kell mondani, hogy nem csak Tokaj, hanem egész Zemplénben egy jelentős útfelújítás indult el. Ez köszönhető a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács által támogatott zempléni alapnak, amiből ezek a felújítások most zajlanak. Épül ugye Zemplénben, Sárospatak és Újhely között már elkészült az új út, vagyis hát az új burkolata az útnak, és most a Bodorkereszt és Tokaj között kezdődött el, először két híd felújításával, és utána pedig az útburkolat felújításával, és nem áll meg, szeptemberben folytatódik, mert Tokajban a belterületen mind a két elkerülő út felújítása meg fog történni a körforgóig, tehát azt gondolom, hogy Bodorkereszt irányába, mind a két irányba egy teljesen új, megújított úthálózat fogja fogadni az erre közlekedőket, és azt gondolom, már méltó lesz ahhoz, hogy itt tényleg jó minőségben lehessen majd közlekedni. Ez milyen forrásból és milyen költségvetéssel készül? Ez a Zemplén, tehát a borvidék fejlesztési alapból, abból a 150 milliárdból, amiből 49 milliárd jut útfelújításra, ennek a költségeit ebből a forrásból fedezik. Tehát ez a borvidék fejlesztési csomag részeként valósul meg ez a felújítás. És a Tokaji hegyet körbe futó kerékpárút? Ez is most már nagy lendülettel indult el, ez két részből tevődik össze, az első az reményeink szerint őszre be is fejeződik, már vannak olyan részei, amit a NIF koordinál, Tarcos és Bodrogkereszt irányában, amik már lassan átadásra is kerülnek, Tokaj
belterületén zajlik a kivitelezés most a tokai Tisza hídfőtől, a Fesztiválkatlanig építi a NIF mint beruházó a kerékpárutat, és egyébként a Fesztiválkatlantól Boldogkereszt irányába pedig két hete adtuk át a munkaterületet, és ott a hiányzó útszakasz a Tokajváros önkormányzatának a gesztorálásával fog megépülni, és reményeink szerint jövő tavasszal, vagy nyár elején, amikor újra a Binga Piknik elindul Nyíregyházáról, akkor ez a tokai kör már úgymond színesíti majd a kínálatot, és a tokai kopaszhegyet nagyon jó, nagyon csodálatos környezetben lehet lesz majd körbe tekerni, tehát egy új kihívás, egy 20 kilométerrel bővülhet majd a táv, ami azt gondolom, hogy talán bele is férhet majd mindenkinek a teljesítése. Azt látjuk, hogy óriási beruházások szolgálják a turizmust Tokajban és környékén. Vannak-e olyan beruházásaik, amik a helybeliek céljait szolgálják? Most fogjuk átadni majd a piacot, tehát vannak olyan beruházásaink, amik kimondottan ugye a helyieknek szólnak. Lassan egy fél éve működik a bölcsödénk, tehát azért nagyon sok olyan beruházásunk is van, ami a helyieknek szól. A Bodrogparti sétány igazából nem csak a helyieknek szól, még akkor is, hogyha esetleg hétköznap a helyiek veszik igénybe, nagyon népszerű lett, ez turistáknak is szól ez a Bodrogparti sétány. Nagyon örülünk annak, hogy ezt meg tudtuk valósítani, de megújul a város főtere, megújul a Dózsa György út, ami a temető felé vezet, tehát nagyon sok olyan beruházás zajlik a városon belül, ami reményem szerint a helyieknek is szól, és az ő életminőségeinek a javítását szolgálja. Mennyire élhető Tokaj a helyiek számára, hiszen óriási a turizmus nyomás? Most, hogy vannak felújítások, most megint némileg ugye nehezen lehet közlekedni. Én azt gondolom, hogy ez még nem zavaró tényező a turizmus Tokajban. Én remélem, hogy nem jutunk el oda, hogy zavaróvá váljon. Egyébként is Tokaj hozzá van szokva ahhoz, hogy nyári szezonban ugye jelentősebb a turizmus. Nekünk hosszú távú célunk az, hogy Tokaj 4 évszakossá váljon, tehát ne csak főszezonban, májustól októberig legyen jelentős számú turista a városban, hanem az a célunk, hogy minden 4 évszakban hasonló terhelést kapjon a szolgáltatás, a turisztikai szolgáltatás Tokajban, mint a nyári időszakban. Tokaj évek óta nagyon erős programszervezésben, fesztiválokban. A Szűk Keresztmetszet az mindig a szálláshelyek száma volt. Most ebben is nagy előrelépés történik. Azt gondolom, hogy ebben egy óriási előrelépés történik. Ugye másfél hónappal ezelőtt egy 4 csillagos, 55 szobás szálloda lett átadva, amit az akkor üzemeltet, és ez is egy világcég, ez gondolom megint egy olyan garancia, hogy a minőségi szálláshely tekintetében egy óriási előrelépés történt, és szeptemberben egy 5 csillagos 100 szobás szálloda fog megnyitni kapuit a turisták számára, tehát azt gondolom, hogy 155 szoba, ez egy akkora szám és egy akkora előrelépés, ami nem csak Tokajt fogja alapjában átrendezni, hanem szerintem ez a térségnek is egy óriási lökést fog adni. Ugye ilyen típusú szálloda ekkora szobaszámmal nem is volt a térség, vagy nincs is. Ez az 5 csillagos 100 szobás szálloda, ez szerintem alapjaiban át fogja rendezni az egész térség turizmusát. Meg fognak jelenni azok a turisták, akik azért nem jöttek eddig a térségbe, vagy Tokajba, mert ilyen típusú, ilyen minőségi szálláshelyek nem voltak. És ugye itt megjelenik most már ezekben a szálláshelyekben az a wellness szolgáltatás, ami eddig nem nagyon volt jellemző a panziókban, ez is szerintem népszerűbbé fogja tenni ezeket a szálláshelyeket. Milyen programokkal várják a turistákat idején? Ugye már ez a szezon reményeink szerint a Covid előtti szezonokat fogja majd visszatükrözni a Fesztiválkatlanban. Ugye komoly programkínálattal vagyunk, minden hétvégén majdnem 2 péntek szombaton is előadást kínálunk az odalátogatóknak. Nagyon széles a paletta, ugye Ákos, Rúzsa Magdi, illetve operett, a Csárdás királynő, tehát azt kell mondjam, hogy minden műfaj meg fog jelenni a Fesztiválkatlanban, és azért szeretik a közönség a Fesztiválkatlan, mert színesek a programok, mindenféle műfaj jelen van, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg olyan palettát tudunk kínálni az ideérkezőknek, ami mindenképpen talán minden igényt ki tud majd elégíteni. Most már csak a parkolóhelyeket kell majd bővíteni, de remélem, hogy hamarosan erről is be tudunk számolni. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Én is köszönöm.
Bár még nem indult meg a hazai dinnye szezon, a termelők jelentős drágulással kalkulálnak a piacon. Úgy számolnak, hogy akár 30-40%-kal is többe kerülhet idén a magyar dinnye. Tavaly nagy mennyiség maradt a földeken, amit nem szedtek le, inkább betárcsázták. Idén jelentősen nőtt a bér és az anyagköltség, ez drágítja az édes gyümölcsöt. Bajban vannak a szamóca termelők is, itt is olyan mértékben drágult a termesztés, hogy még a magas piaci ár sem fedezi a költségeiket. 25 éve termesztenek szamócát ebben a nyírpazonyi kertészetben. Jelenleg 4 hektáron gazdálkodnak, ebből 3,5 hektáron fóliában, fél hektáron pedig szabad földön termelik a gyümölcsöt. Az idei szezon április közepén kezdődött. Először a fóliában termelt szamócákat szüretelték, hamarosan pedig hozzákezdenek a szabadföldihez. Pap Tamás termelő azt mondta, jelentősen megnövekedtek a költségei. Nagyon-nagyon nagy a baj a termelők szempontjából. Az a baj, hogy nálunk, amikor ugye elültettük ezeket a szamócákat, ezt mindenki azt hiszi, hogy csak le kell szedni, de ez 11 hónapja van elültetve, tehát tavaly júniusban kerültek ide a helyükre a kis szamócatövek, és ahhoz képest az idei évre 380%-os inputanyag emelkedésünk van. Például nyilván van, amelyik drágább, többet emelkedett, van, amelyik kevesebbet, de mondjuk egy műtrágyáról, ha beszélünk, amikor elültettük ezt a szamócát, 6000 forintba került, az ehhez való műtrágya az idén az 38000 forint. Tehát egyszerűen megtervezhetetlen volt, hogy ezt nyomon tudjuk követni az árakkal. Ugyanakkor azt érzékeljük, hogy olcsóbban kell eladjunk mindent, mint például tavaly ilyenkor. Tehát ahhoz képest, hogy az árak majdnem négyszeresébe kerülnek, a mi általunk megtermelt érték az pedig kevesebb. És ez nagyon-nagyon nagy anyagi gondokat fog róni a mezőgazdaságra, legfőképpen a kertészetre. Én úgy gondolom, hogy ez a sok kézi munkával járó apró gyümölcsök, mint a szamóca, a málna, a cseresznye, általában véve, ami nagyon sok kézi munkás dolog, az háttérbe fog szorulni, mert luxusciknek fog számítani, és még így sem tudják a termelők a bekerülési költségeket sem megkapni. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy kint az utcán vagy a boltokban mennyire árulják a szamócát, szöges ellentétben van azzal, amit a termelő nagy tételű árnál kap. Mi ebben a pillanatban a termelési költségünknek a 63%-át kapjuk most a szamócáért. Magyarul minden egyes leszedett kiló szamócán majdnem 400 forint veszteségünk van. Igazából azért szedjük le, hogy a veszteségünket csökkentsük. A fólia szamóca szezonunk az április 20-án kezdődött nálunk, nekünk nincsenek fűtött sátraink. Be voltak zárva a fóliák, duplán le voltak fátyafóliával takarva, tehát ahogy tudtuk, megóvtuk a hidegtől, így tudtuk ezt az április 20-ai kezdést elérni. Így is voltak fagykáraink, hibáink, de amennyi megmaradt, az normális minőségű. A szabadföldi szamóca az pedig most fog még kezdődni, pont ezért is bosszantó a dolog, hogy mire elkezdődik, már úgy kezdődik, hogy nyereség nélkül kell, hogy rágondoljunk. Munkaerővel hála jó Istennek, én nekem nincsen gondom. Ugye azért 25 éve magánvállalkozóként, őstermelőként csinálom. Megpróbáltam mindig emberséges lenni az emberekkel, nem csak most, mikor baj van, hanem régen is. Én szerintem ezért köszönhető annak, hogy most is megvagyunk. Általában egy 40-60 fő között dolgozunk nap-nap után. Az őstermelő úgy gondolja, hogy a sok kézi munkával járó apró gyümölcsök, mint a szamóca, málna, cseresznye, egyre inkább luxus cikknek számítanak a piacon. A földie per kilónkénti fogyasztói ára átlagosan 1700 forint körül van, de még ez az ár sem fedezi a termelők költségeit. A magas ár hátterében az is fontos tényező a termelő szerint, hogy Magyarországon a NÉBIH szigorú ellenőrzés alatt tartja a zöldséggyümölcs termesztést, vagyis azok a külföldi termesztők, akiket nem köteleznek hasonló egészségügyi szabályok, azok olcsóban tudják a gyümölcsöt megtermelni, tehát olcsóban is tudják adni. Pap Tamás azt is elmondta, hogy a nagykereskedelmi forgalomba főként azok a szamócák kerülnek, amelyek hosszú ideig képesek elállni, és amelyek termesztésénél az egyik legfontosabb cél a gyümölcs mérete. A termelő úgy véli, akik igazán ízletes és tartósítószermentes szamócára vágynak, azoknak érdemes elgondolkodni azon, hogy előbb-utóbb saját maguk is ültetnek néhány palántát az otthoni kertjükben. Ez pedig már Kótai János őstermelő napkor határában lévő dinnyeföldje, ahol gondosan lefóliázott csepegtető rendszerrel táplálják a palántákat. Kótai János 26 hektáron foglalkozik dinnyetermeléssel,
a tavalyi év számára is veszteséges volt. Országszerte rekordveszteséggel zárták az évet a dinnyetermelők. Több tízezer tonna eladatlan dinnye maradt kint a magyar földeken, sokan egyszerűen betárcsázták a termést. Nagy veszteséget szenvedtünk mi is tavaly, ugyanis nekünk is sajnos mintegy 10-15 vagon görög dinnye, mintegy 1500-2000 mázsa kimaradt a területen és becsásázásra került. Sajnos vissza kellett rakni a talajba, mert nem tudtuk értékesíteni. De nagyra nőtt a dinnye, és a belföldi értékesítési piac teljes mértékben megállt. 1000% hogy áremelkedésnek kell, hogy legyen, mert sajnos az input anyagköltség, illetve a palánköltség, napszámos költség majdnem minden a duplájára emelkedett. A műtrágyának az értékesítés ára a tavalyihoz képest a háromszorosára emelkedett. Tehát, hogyha az idén is nem tudunk normális értékesítést végezni, akkor sajnos a görögdínje termelésre fogjuk hagyni. Így is nagy mértékben csökkentettük már a területet. Tavaly mintegy 10 000 forintért is lehetett a Kálmán műtrágyát vásárolni, a napszámos költség pedig 1000-1200 forintos óradíj mellett alakultak. Az idén már ennyiért fel se kelnek az emberek, tehát azt mondták, hogy 1500 forintos órabért, ha nem kapnak, akkor ki sem jönnek a területre. A műtrágyárok pedig a 2-3-szoros ára emelkedtek, de viszont meg is érdemlik az emberek ezt az összeget, mert egész nyáron nagy melegbe, a hőségbe, akkor dolgoznak a görög dinnyébe, mert ha hideg van, sajnos az már nem kell. Fűr Balázs értékesítési szakember azt mondta, Magyarország összes termőterülete évről évre csökken, illetve egyre több gyümölcstermesztő áll át gabona termesztésre, noha a magyar dinnyére komoly érdeklődés van a nemzetközi piacon is. A magyar dinnyének a legnagyobb konkurenciája az exportpiacokon, az olasz dinnye, de ugyanakkor konkurencia a bolgár, a román, a görög, de Magyarországnak a legfőbb exportpiacai a Szlovákia, Csehország, Lengyelország. Magyarországnak minden esélye megvan arról, hogy ezeket az exportpiacokat, ahol egyébként Magyarország korábban vezető beszállító, görögdinnye beszállító volt, ezeket visszanyerje. A görögdinnyének a termesztése az költségigényes. Amit itt mögöttünk látunk terület, ez egy intenzív görögdinnye állomány. Ennek a bekerülési költsége gyakorlatilag egy olyan nagyjából 2,5-3 millió forintra tehető. Ez a hektáronkénti termesztési költség. Na most nyilván jövedelmezőnek kell lenni ahhoz, hogy a termelő görögdinnyét termeljen. Ha nincs meg a jövedelmezőség, akkor nem lesz termelés hosszú távon. Ez okozza azt, hogy csökkennek a termőterületek, a maga a termesztési technológia az egyre inkább javul. Ez azt jelenti, hogy kisebb felületen nagyobb mennyiségű görögdinnyét érdemes előállítani, ahhoz, hogy ez kiszámítható a jövedelmező legyen, és fenntartható legyen. Az extenzív termesztési technológiák, amik mondjuk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voltak inkább elterjedtek, ezek egyre inkább visszahúzódnak, és pontosan a jövedelmezőség miatt, hogy egyszerűen kiszámíthatatlan. Tehát nyilván, hogyha nem termel jövedelmet a termelőnek, akkor átvált más kultúrára. Idén azt mondjuk nagyon látjuk, hogy itt a háborús konfliktus miatt gyakorlatilag nagyon sok termelő a szántóföldi kultúrák felé, vagy szántóföldi kultúrákra áll át, gépesített, gyakorlatilag kézi munkaerőt nem igényel, ellenben mondjuk egy görögdinnyével, amivel mondom egyrészt magas a költsége, másrészt pedig itt kézi munkaerő igényes, tehát ezt le kell szedni valakinek. A termelési vezető hozzátette, ma már nem lehet egyszerűen a természetre bízni a termés alakulását, mivel az nem kiszámítható árut eredményez, és csak a jó minőségű görögdinnyére van vásárlói igény. Elkezdődött a strandszezon Sóstón is. Május 20-án nyitott a tófürdő, és már a parkfürdő is várja a csobbanni vágyókat. A komplexumok részben megújulva várják a vendégeket, az elmúlt 2 év visszaesése után pedig végre a külföldi turistákra is számítanak Nyíregyházán. Vendégünk dr. Podlovics Roland, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi minden újult meg tavaly óta?
a parkfürdőben, illetve a tófürdőben? Lényegében a normál felújítási munkákat végeztük el, most nagyobb beruházásra nem volt lehetőségünk, viszont azt gondolom, hogy minden olyan, a zöld felületek is rendben vannak, mindent meg tudtunk, határidőre el tudtunk készíteni. Nyilvánvalóan ilyenkor a parkfürdőben a medencéknek a fugázása, a medence burkolatok, hála Istennek ez a tél nem volt annyira hideg, és kevesebb munkát kellett ebben ellátnunk, de azért mindig vannak aprócseprő problémák, amiket meg kell oldani ilyenkor. Nem nagyon emlékszem arra, hogy a tófürdő korábban nyitott volna valaha, mint a parkfürdő, ez az idei szezon most ilyen szempontból is érdekes. Tulajdonképpen, amikor 19-ben mi a pályázatot megvalósítottuk, akkor egy 4 hónapos nyitvatartást vállaltunk, és hát pont sajnos jött a 20-as meg a 21-es pandémiás évek, és terveink szerint azt gondoljuk, hogy mindig májusban egy kicsit korábban szeretnénk nyitni, szeptemberben egy kicsit tovább, hiszen ez igazodik legjobban a tónak a hőmérsékletéhez, úgyhogy ez az oka annak, hogy most beelőzte, és hát reményeink szerint a jövőben mindig így is lesz. Egy picit beszéljünk erről az elmúlt 2 évről. Mennyi volt az a visszaesés, amit elszenvedett a ZRT? 2019-es, hogyha ezt a legutolsó nevezzük békeévnek nézzük, akkor azért ez egy nagyon szép vendégszámotozó év volt. Ahogy akkor fejeztük be ugye az önkormányzattal a közös beruházásban a 4 csillagos szállodát, amely össze van kötve a fürdővel. Tehát a 2020-as első negyedévünk teljesen egy jól indult év volt, aztán sajnos bejött ez a pandémia, és hát jelentős visszaesés. A legfontosabb talán az, hogy azért a nyári szezonban nagyon komoly külföldi vendégarány jelenik meg itt a sóstói vendégeink között. A szlovákok a legerősebb küldőország, a lengyelek, Romániából is sokan érkeznek, és hát Ukrajnából is, ahol most még ez külön tetézi ez a háborús helyzet. Tehát összességében a külföldi vendégkör még tavaly sem találta vissza magát abban a számban. Hála Istennek a belföldi vendégkör valamennyire ezt tudta pótolni, de alapvetően a nyári külföldi vendégekre nagyon nagy szükségünk van, hiszen a címmerfejektől kezdve a szálláshelyekig is, hát mindenki tudja, aki sóstón él vagy tevékenykedik, hogy azért nyáron már évtizedek óta jelentős külföldi vendégszám jelenik meg. Most azt látjuk, hogy elindult már, hála Istennek, tehát a külföldiek is megjelentek. Szlovákok, a románok és a lengyelek, ők mindig később fognak jönni, ott még az iskola tart, tovább is járnak iskolába a gyerekek, de azt érezzük, hogy ez még mindig nem az, mint 2019-es évben, tehát ez még mindig nem olyan nagy arányom, mint korábban volt. Hála Istennek ebben az 5 hónapban viszont a belföldi vendégek az elmúlt 5 hónapban, úgyhogy azt, amit terveztünk, azt hála Istennek eddig realizáltuk. Erősítettek marketingben? Természetesen mindig szoktunk, és marketing ez hangsúlyosabb volt, illetőleg most párhuzamosan olyan Európai Uniós pályázatok is voltak megvalósításban, amely bár a sóstói közterületeket, de a sóstón lévő egyéb attrakciókat is bemutatta a marketing munkájával. Nyilván az online térben egy kicsit még jobban erősítettünk, ez már tavaly is jellemző volt, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ennek a munkának az eredményeként én bízom benne, hogy azért június hónapban és azt követően pedig nyáron, hogyha szép időnk lesz, akkor sok külföldi turista is lesz, és nyilván a belföldi turistákat is nagyon várjuk. Az elmúlt 2 szezonnak a visszaesése azt is jelentette, hogy áremelés sem történt 2019 óta. Ez most nyilvánvalóan más lesz. Igen, a 2020 októberében hozott kormányzati döntés eredményeként, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok nem emelhettek árat. Ez most már ára megváltozott, úgyhogy minden egységben nyilvánvalóan egy áremelkedést fognak tapasztalni, vagy tapasztalnak a vendégeink. Ez természetesen most esetleg nagyobb lesz, mint amit egy normál esetben megszoktunk, de hát be kell látni, hogy 2019 az már régen volt, és a 2021-es évben is elmaradtak ezek az áremelkedések. Mind a mellett pedig nyilvánvalóan az összes, hát az energiaköltségek, azért a strandok, a fürdők jelentős energiaköltséget emésztenek, vagy jelentős energiaköltséget kell, hogy kigazdálkodjunk, úgyhogy összességében igyekszünk ezeket a költségeket a bevételi oldalon megfelelően biztosítani. Hát nem csak az energiaköltség, a bérköltség is jelentősen megnövekedett. Hogyan alakult a létszám, a munkaerő létszám a
Tulajdonképpen a pandémiás időszakban, hála Istennek, nagy arányú létszámcsökkentésre nem került sor. Tehát a munkavállalóinak döntően 80-90% fölötti arányban meg tudtuk tartani. Nyilván igyekeztünk olyan értelmes időtöltést is, amikor teljes bezárás volt, amely olyan munkákat, amikor máskor nem lehet elvégezni, és a saját erőből, a saját forrásból, anyagköltségek felhasználásával és a munkaerőnek, a munkavállalóinak pedig értelmes munkát adva, igyekeztünk ezeket a munkálatokat elvégezni. Természetesen ennek ellenére volt egy lemorzsolódás, nem feltétlenül a munkavállalói döntés eredményeként, hanem voltak egyszerűen elment máshová tevékenykedni. És most azt látjuk, hogy hála Istennek ezeket a munkaköröket, munkahelyeket sikerül szép lassan, már most nyára azt gondolom, hogy sikerült feltöltenünk, úgyhogy ilyen értelemben így több szempontból is hát nőtt a tavalyi bázis évhez képest nőtt a munkavállalói létszámunk. Diákmunkát szoktak alkalmazni? Természetesen a diákmunkával, meg nyugdíjas szövetkezetekkel is vagyunk természetesen kapcsolatban, és igyekszünk, főleg a nyári időszakban nem is tudnak máshogy megoldani, tehát vannak szezonos munkavállalóink, akik csak ilyenkor június, július, augusztusban dolgoznak velünk, és hát természetesen vannak diákmunkások is. Ha már itt áremelésről beszélünk, érvényesek-e továbbra is azok a kedvezmények, amiket megszokhattunk, akár a nyíregyháziak számára, akár aki később, mit tudom, négy óra után szeretne belépni a fürdőbe? Az árjegyzékünk struktúrájában ilyen értelemben nem történt jelentős változás. Tehát azok a megszokott kedvezmények, amelyek a diákok, a nyugdíjasok számára, ezek most is adottak, nyilván egy magasabb árból kapják ezt a kedvezményt, tehát az ezek az árak is növekedtek. Természetesen az önkormányzattal továbbra is él az a megállapodásunk, hogy a nyíregyházi önkormányzata, nyíregyházi és a turista jegyárak közötti különbözetet megtéríti a társaság számára, úgyhogy alapvetően ezek is megmaradtak. Nyilván mindenkinek nőtt a megszokott ára, és hát a családi jegyeket sem vezettük ki, illetőleg hát van egy pár olyan egységünk, ahol vannak délutános jegyek, tehát ezeket, amik jó bevált, és úgy látjuk, hogy egyébként szereti a lakosság, ezeket megtartottuk, ezeket a különböző jegytípusokat, de természetesen mindegyiknek emelkedett az ára. Milyen programokat szerveznek? Már lassan megszokjuk, hogy azért a strandfürdők területén is vannak különböző szórakoztató vagy kulturális programok. Igen, hát ugye a strand kézilabda fesztiválunk lesz most júniusban is egy ilyen előselejtezés fiatalok számára, 8-osok, 9-esek tudnak jelentkezni. Aztán lesz majd július legelején a szokott strand kézilabda bajnokságunk. Ezt követően majd július közepén lesz a strandfoci bajnokság, ahová nagyon sok helyről már jelentkeztek, már talán be is van telve, azt gondolom azok a csapatok, akik az korábbi években is mindig jöttek, most is jönnek. A nyári programunk az éjszakai fürdőzés szerdán és pénteken, június közepétől természetesen ezt meg fogjuk indítani. Minden hétvégén várjuk a családokat, vasárnaponként bábszínház, tehát ezek az aquazumba, aquafitness, különböző szolgáltatások, amelyeket megszoktak, azok nyilvánvalóan elérhetőek lesznek idén is. Augusztus, akkor mindig szoktunk sörfesztivált, ez ugye nem a strandfürdő vagy a tófürdő területén, hanem a közterületen, viszont itt társszervezőként részt veszünk, és azt gondolom, hogy a tavalyi is, tavaly egy kicsit változtattunk, gasztronómiába is, sörökbe is, pozitív visszajelzéseket kaptunk nem csak a helyiektől, a turistáktól is, úgyhogy idén ugyanezzel a társasággal együttműködve szeretném még színvonalasabb estéket, sörös estéket rendezni itt a Sóston, és hát majd utána már ott lesz már a szeptember hónap, amikor pedig az Extreme Trail, ugye a futóversenyt, most két napos lesz terveink szerint, úgyhogy ezek azok, amelyek általában jellemzően azért az aktív tevékenységhez kapcsolódó, sörfesztivál kivétel, de az összes többi azért valamilyen sporthoz kapcsolódó tevékenység. Visszatérve a strandra, lesz a reggeli úszás? A reggeli úszás az ugye most elérhető a Júlia fürdőben. Vannak egyeztetések, vagy a reggeli úszással kapcsolatban. Korábbi évben, amikor nagyon sokan kérték ezt, amikor biztosítottuk, nem jött az a bana létszámba, nem jelentek meg. Tehát valójában azt láttuk, hogy ez egy olyan plusz teher, és azért, amikor 12 órás munkarendben kell dolgoztatni, nem mindig jön ez így vissza. Nem zárkózunk el, de mivel elérhető Nyíregyházán más helyen, azért valószínűleg most idén nem fogjuk ezt csinálni. Az, hogy megépült a városi sportuszoda, ez jelente változást? Ugye most már a városi sportuszoda a sportolókat, az igényeket kielégíti. Alapvetően azt gondolom, hogy a tavalyi működésünkben sem volt ez már olyan jelentős változás. Úgyhogy én nem gondolom, szerintem a
a sportolók megtalálják a helyüket. Lesz majd náluk is vízcsere, nyilván minden nagyobb létesítményben, akkor természetesen biztosítjuk majd a sportolóknak, hogy nálunk a parkfürdőben tudjanak majd edzeni. Podlamis Roland, köszönjük szépen, hogy mindenről beszámolt nekünk, és jó szezont kívánok, most már csak a jó időben bízunk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, a műsorra legközelebb szerdán találkozhatnak, amikor szó esik többek között Gáva Vencsellőről, és a Vesebetegek Megyei Egyesületének elnöke is vendégünk lesz. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!